De hát így visszanyúlván, hát bevándoroltunk mi is valahonnan. Nyilván. Lehet, hogy mi is a tótokkal, mert igen. Nagymamám Tóth Piroska. Szóval lehet, hogy van benne valamit a kollégák mondanak. De én nagyon büszke vagyok rá, hogy nyíregyházi vagyok, és nagyon-nagyon szívesen jövök haza, és hát alig várom még, ha ezt mondanám, hogy itt van legyek. Egy kicsit, egy kis tirpák levegőt szívják magam. Ez egy kisvárosi blues. Ez egy kisvárosi blues. Ez egy blues. Mikor hagytad el a várost? Ami ilyen tartós, az 2003-ba kerültem be igazából az Operettszínház vérkeringésébe, és akkor ott a repertoárban lévő darabok nagy részébe játszottam, és ez már indokoltá tette azt, hogy felköltözzünk. Csak hát közben családalapítás, és mi egymás ugye, hogy öregszünk. Kicsik az autók, kicsik a járdák, kicsik a tények, de mindig nagyobbra fújják. Most ilyen kétlaki életet próbálunk meg rögtönözni, hogy Budapesten és Nyíregyházán. Nyilván akkor kötött Nyíregyházáról sulis évek, tehát fiatalkorod, stb. A Móri Zsigmond Színház, ez volt az első szerelem, 89-től gyakorlatilag 2000-ig folyamatosan játszottam itt ebben a színházban. Akkor menjünk is át oda. Ez egy kisvárosi blues. Ez egy kisvárosi blues. Ez egy kisvárosi blues. A sors akarta, hogy én ide vetődjek ebbe az épületbe. Adtak igazolást, hát röviden ennyi volt az egésznek a lényeget, és akkor jöttem, bejöttem, röhögtem, röhögőgörcsöt kaptam, ezeket kiküldtek, és utána visszahívtak, és azt mondták, hogy részt vehetek a stúdiumon, akkor, hogyha a következő darabban ezt meg tudom csinálni egy monológból, hogy röhögök és sírok, és akkor ez a Danton halála volt, ez 89-ben volt itt egy bemutató a Gál Erzsébet és a Zsótér Sándor rendezésében. Nagyon sok jó és nagyon sok tanulságos emlékem fűződik a színházhoz. Amióta én elmentem, azóta itt elkezdődött egy Vidor Fesztivál, ami arról szólt, hogy színházak az országból jönnek, és mindenféle humoros előadásokat kedveskednek itt a nézőknek, és ezt valamilyen szakmai zsűri, ezt valamilyen szinten ezt értékelés, vagy van egy ilyen jó kis happening, és közben mindenféle performance-ek, tehát mindenféle érdekesség van, akkor megbolondul teljesen a vágy. Nem csak színházban, musicalekben láthatunk, hanem most egy CD-t is csináltál, vagy csinálsz. Igen, ezt a Kazár Pállal és igazából a zenész barátaimmal raktuk össze ezt a CD-t. Ma van az a nevezetes nap, amikor egy élő zenés lemez bemutató koncertet tartunk. Mi a lemez címe? Másképp énekelek. Egy kisvárosi, egy nyíregyházi blues.